Jelenleg a szövetségesek keresésének időszaka zajlik az agrárminiszter szerint. Olyanokat keresnek, akik hasonlóan gondolkodnak a gazdák költségvetési forrásairól, mint hazánk. Ide tartozik a visegrádi négyek, kibővülve a 8 balkáni és baltikumi országgal, de Spanyolország és Franciaország is hasonló gazda érdekeket fogalmazott meg. Magyarország több lehetőséget is felvállalna annak érdekében, hogy ne csökkenjenek a források. Az egyik az, hogy hajlandók vagyunk többet befizetni a közös kasszába, a másik pedig az, hogy keresünk olyan sorokat az Európai Uniós költségvetésen belül, amelyeket át tudunk csoportosítani a gazdák javára. A harmadik pedig az, hogy egyszerűen nem engedünk olyan célokat megfogalmazni a közös Európai Uniós költségvetésben, amely más célokat fogalmaz meg, és a gazda érdekkel ellentétes lehet. Jó úton vagyunk e felé, mindegyikre vannak javaslataink, és erős szövetségeseink vannak, tehát bizakodom az ügyben, hogy sikerül majd megőrizni azt a támogatási színvonalat, amit eddig a gazdák megszoktak. A nehézséget az jelenti, hogy mindenképpen új Európai Uniós költségvetés lesz, új metódusokkal és szabályokkal. Ezeket a gazdáknak is meg kell ismerniük és tanulniuk. Az Unió egy olyan monitoring rendszert alkalmazna, amivel látná, hogy hogyan tud az európai források hatására fejlődni például a környezetvédelem, az ökológiai gazdálkodás, milyen lehetőségeket kapnak a fiatal gazdák, tehát hogy bizonyítva legyen az Unió számára, hogy a közös forintok jó helyre kerültek, tette hozzá Nagy István. A jelenlegi uniós parlament már nem fogad el költségvetést, így még nem lehet tudni, hogy mekkora mértékű lesz a támogatás, közölte a Magosz elnöke. Reméljük egy új szellemiségű parlament, egy új, más értékrend alapján működő Európai Bizottság már más szempontok alapján kiállítja majd össze a költségvetést, de ma nem látjuk, hogy lesz-e Brexit, vagy nem. Nem látjuk, hogy mi lesz az Egyesült Királysággal. És nyilván, ami nagyon jó hír, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény megkötésre került, de ebből az agrárfejezet kivételre került. Tehát ki lett véve, innentől kezdve az a veszély, ami ott fenyegetett bennünket, azt nem tapasztaljuk. Csökken várhatóan az agrárköltségvetés, de ezért hoztam szóba a politikát, hogy nem mindegy, hogy egy olyan bizottság lesz-e, egy olyan parlament lesz, amelyik a migránsok ellátására akarja felhasználni a gazdáknak járó forrásokat, vagy éppen egy olyan, aki fontosnak tartja azt, hogy az Európai Unió gazdái versenyképesebbek legyenek. A májusi választások után a gazdatársadalom érdekeit előtérbe helyező uniós parlament kialakítása lenne a cél, tette hozzá Jakab István.